A Csóka Goodwill Asztali Teniszklubba 2022-2023-as évadot új támogatóval, a Goodwill Pharma vállalattal kezdi. Tekintettel arra, hogy már évekkel ezelőtt megmutattuk társadalmi felelősségvállalásunkat, támogatásunkkal szerettük volna kimutatni a Csókai Asztali Teniszklubba vetett bizalmunkat, segíteni őket további fejlődésükben. Úgy véljük, hogy nagyon fontos minden meglévő erőnket ezekbe a fiatal reménységekbe és az asztali teniszezők egész generációjába fektetni. Pásztor István elmondta, hogy a közélet egyik feladata az új teremtése és a régi tradíciók, értékek megőrzése. A Csókai Asztali Teniszklubbal végül is mind a két cél meg tud valósulni. Egyrészről egy 6 évtizedes fényes múltra visszatekintő klubot tudunk új lendülettel megerősíteni, másrészről pedig itt a mai ünnepi alkalom is megmutatta, hogy mennyi fiatal gyerek van Csókáról, Zentáról, Törökkanizsáról és máshonnan, akik ide járnak edzeni, akiket vonz a Csókai Asztali Teniszklub. Kormányos László, a klub szakmai koordinátora elmondta, hogy egyes becslések szerint az egyesületnek köszönhetően eddig 5-6 ezer gyermeknek sikerült elsajátítania a pingpong alapjait, illetve a klub hozzájárult ahhoz, hogy ők ma világszerte elismert sportolók és kiváló szakemberek legyenek. Több mint 200 országos bajnoki cím, számtalan balkán-európai világversenyekre és az olimpiára is érmekkel tértek haza. Később már nem csókai színekben, de Csókáról, a Csókának a hírnevét továbbéve, és a Csókát hordva a szívükben. Nagyon sok kiválóság, gondolok itt Palatinus Erzsébet, Perkucsin Gordonára, és később egy még hasonló sikereket elérő játékosokra, mint Biljana Gólics. A klub jövőbeni tervei között szerepel a Szabó István, illetve a Király Ilona emléktornán való részvétel, amely eseményeknek a Csókai Klub lesz a házigazdája.